Szia, sziasztok, köszöntelek benneteket, én Vinya vagyok, és jelentkezem a High Life e, MTA Roleplay e, szerveréről. Ez egy e, ugyan MTA Roleplay szervernek e, nevezzük, de alapvetően ez egy gazdag RP szervernek indult történet. E, azt kell tudni erről a szerverről, hogy egyrészt High Life a neve, másrészt pedig gyakorlatilag félig-meddig gazdag RP, tehát egy, egy regisztrált játékos, aki újonnan följön a szerverre, az 7 150 millió dollár készpénzzel és 500 ezer PP-vel startol el gyakorlatilag, miután megcsinálta a karakterét és miután feljött. Most ebben a, a videóban egy picit körül fogunk nézni a szerverem, és meg fogjátok tudni nézni az egyes fontosabb dolgot. Már is mondom, hogy a biztonság 5 f kapcsoljuk be, és a J-Space vagy egyszerre történő lenyomásával fogjátok tudni gyakorlatilag a, az autót indítani, a kéziféket pedig az alt gomb folyamatosan nyomba tartásával az egeret lefölhúzgálva tudjuk bezárni, kinyitni. Jó? Tehát, hogyha esetleg nézitek. Egyébként lehet tuningolni az autókat szinte eh, kivétel nélkül, tehát ezt meg tudjátok tenni gyakorlatilag a tuningolóba, de sorra megyünk egyébként eh, most az első eh, nekifutásra, <coughs> bocsánat, az első nekifutásra elmegyünk a, a, az autókereskedésbe, és meg fogjuk nézni. Itt jobbra tőlünk található a bank, a bankba nem fogunk elmenni, mert gyakorlatilag nincs bank, majd nagy valószínűséggel a banknak az ikonját ki fogjuk menni, ugyanis minden tranzakciót, kivételt, pénzberakás, bármit el lehet intézni az ATM-eknél. Tehát a, a, a bankautomatáknál mindenféle e, tranzakciót el tudtok intézni, ha följöttök a szerverre. Tehát ahhoz, hogy mondjuk pénzt rakjál be a számládra, ahhoz egyáltalán nem szükséges elmenni e, a bankba, hanem gyakorlatilag bármelyik bankautomatánál, ATM-nél ezt meg tudod tenni. E, itt van az autókereskedés, hát itt egyébként lehet kapni mindent, de ma mindjárt végiglapozzuk. Csak leparkolok. A szabályos parkolásra lehetőség szerint figyeljetek, mert a szerveren működő Hungary Trans az gyakorlatilag a szabálytalanul parkoló autókat <coughs> egytől egyik e, tulajdonképpen lefogja, lefoglalja, és már is mutatom nektek, hogy a lefoglalt járműveket a térképen itt Tudjátok kiváltani. Ez a Hungry thanas Kft. Vontató telepe, itt pedig a lefoglalt járművek vannak. Majd át fogjuk beszélni a, a térképnek az egyes ikon jelöléseit, hogy mi mit akar. Hát itt látjátok egyik győnyc szemünk, ez a kapa, vagy Zetor, és valaki kerékbilincset is rakott rá, mert hát ugye szabálytalanó parkó. Na nézzünk akkor be szerintem az autókerbe. Menjünk sorba, ez egy ilyen Star Warsos történet, hogy lehet, igen lehet, ez egy ilyen Star wars történet, egy ilyen Star motor, egy BF400-asra van rápakolva. Ha sorba megyünk, egy próbálok oldalazva, ez egy bicikli, ismét egy BMX, egy Honda Click, fölül láthatjátok egyébként az árakat, ezt meg lehet venni például 450 ezer dollárért, vagy 75 ezer pp ez egy Ducati akármicsoda, nem értek ezekhez igazából, limit nélküli jármű. Ez egy Harley Davidson, ez egy Merida Dual Trust, biztosan ismerős lehet nektek a Tolvaj Kergetők című YouTube sorozatból ez a bicikli típus. Megyünk is tovább, egy BMW, többféle járgány és motor megtalálható. Itt a kis Zetorunk, ennek a kis Zetornak egyébként az ára 50 millió dollár, vagy 700 ezer pp. Ez egy Jeep, egy Barkas, egy BF Injection, ez 2 millió pp, és csak pp-ért lehet megvásárolni, tehát nulla limites a jármű, tehát csak pp-ért lehet megvenni egy Mazda, Ferrari, BMW. Kicsit fordítok a képen, hogy kedvezőbb szögből lehessen látni a dolgot. Itt közben pörgetem, minden autó nevét nem fogom mondani esetleg majd a videót meg fogjátok tudni állítani, ha úgy van. És nagyon fontos, hogyha valamilyen jármű mod esetében alapjárművet láttok, akkor be kell írni a per mods parancsot, és akkor betöltődnek ott az összes mód bekapcsolásával be tudjátok kapcsolni a modokat, de mindjárt végig megyünk rajta, és megmutatom. Itt volt egyébként az a típusú lada, ez a 2102-es lada, amivel én is jöttem. Csak nekem az már átszínezett, és egy picit tuningolt verzióban van meg. Itt vannak BMW-k, Range Rover-ek, Dodge Ram, Audi, BMW-k széles tárháza, Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg is igen széles a választék, ugye a limuzint is láttuk az előbb Audi, tehát itt azért, azért igen, igen, igen széles választékot láthatunk a, a, felhozatalban. bmw -k. annyi BMW van, hogy komolyan Dunát lehet vele rekeszteni. egy másik Audi, Volkswagen, itt azért elég jó árban maradt. Tehát például ez a BMW 8 Competition és 1.300.000 millió PP, nulla limites, tehát csak pp lehet megvenni. Itt van ez a Volkswagen Beetle, például másik Audi. Ez pedig egy Ranger Lure, egy ilyen katonai Hammer jellegű teherautó, vagy nem is tudom, ilyen terepjárószerűség ez 10 millió PP-be kerül, csak pp ért lehet megvenni, nulla limites jármű, tehát IC pénzért nem lehet. Ez, innentől pedig már gyakorlatilag a frakció járművek mennek, Itt, innentől gyakorlatilag e, e, nem tudjátok megvenni ezeket a járműveket, mert ezek a járművek e, frakcióhoz vannak kötve, <kül> tehát gyakorlatilag csak frakció tudja megvenni, ez a lényeg. Ez például a vontató, ez tűzoltó, ez is tűzoltó. Ez a vontató soknak az új járműve, ez pedig a mentő, és itt nincs is tovább. Meg is mutatom akkor a, az F8, vagyis hát ezt a permocot. Beírjátok, hogy permoc, itt följön az összes modlista. Bekapcsoljátok, hogy összes bekapcsolása. És mindjárt be fog tölteni, és megpróbálom nektek, ha betölt az összes modom, akkor megpróbálom nektek megmutatni még a simót. Ugyanis van egy S51-es Simpsonunk is a szerveren, a Robi kapa mellett, gyakorlatilag. És itt van egy játékosunk, James Fow. Nézzük, megnézzük, hogy megvan-e a, a cucli. Járt kiderül, valahol itt kell legyen. Nem. Jó, hát ezt most nem tudtam nektek megmutatni, egyébként van egy Simpsonunk is. Nem tudom, mindegy, van egyébként Simpson, biztosan meg fogjátok találni a szerveren. Nekem most valamilyen oknál fogva ezt a modellt nem töltötte be. Menjünk is tovább. Kaszinót biztosan ismeritek, de azért megyünk megnézzük. Beindítjuk a járművet, csak szabályosan. mert akármikor belefuthatunk a szerveren a fakabátságba. Megnézzük akkor gyorsan a kaszinót, egyébként van több állomás is, amit meg kell nézni, most így a fontosabb e, dolgokat, opa, hoppá, opa, azt a minden itt, ez szép ütközés volt, mondja, a dú, beveri a fejét és a vállát a kormányba, de nem esik baja. Jó, a szerveren az ütközési RP mindössze egy sornyi van elvárva, ez egy ilyen 3-5 szavas ütközési RP, ha ezt betartjátok, akkor nem fognak benneteket az adminok piszkálni, annyira szigorúan egyébként nem vesszük a dolgot. Ezt a 3-5 soros ütközési RP-t ezt be kell tartani, és akkor nem lesz belőle probléma. Hát nem tudom, hogy itt most mennyire lesz szabályszerű, de ha szerencsém lesz, akkor most a bontatósok, amíg bent leszünk a kaszinóba, nem foglalják le a járművünket, úgyhogy be is megyünk a kaszinóba. A kaszinóban jelenleg azt hiszem kettőféle játékot, vagy talán egyet lehet művelni. Szerintem a blackjack asztal jelenleg nem megy, talán most ez a kerék sem ez még folyamatban van. Jelen pillanatban a, azt a rulettet lehet űzni. Itt van ez a zsetonváltó, tehát itt a zsetonváltónál tudtok zsetont váltani, én most váltok is. 100 dollár egy HC zseton. Gyakorlatilag ide jövünk, és akkor ezt a egy zsetont mondjuk fölrakjuk a feketére, és ugye addig, míg a kör véget nem ér, addig gyakorlatilag nem tudjuk bezárni az ablakunkat. Meg kell várni most az idő lejáratát, amíg, amíg ez megtörténik. Közben beköszönünk az admin segédnek. és tájékoztattuk róla, hogy felvétel van. Mindjárt le fog járni a, az időnk, és megnézzük, hogy a feketével nyertünk-e. Aztán, ha igen, akkor kiváltjuk, és megyünk tovább, ha nem, akkor pedig megyünk tovább. Nekünk csak azt kell elérni, hogy fekete legyen. Á, és buktunk. Ez sajnos piros lett. Ez bukta. Oké. Okay. Jó, hát igazából a kaszinóban jelenleg ezek a játékok elérhetőek. Jó, hát úgy látunk, az alasunk nem érti meg, hogy nem érek most rá. Talán észreveszi, ha nem válaszolok. Jó. Ops, világítás, marad ő kapcsolva, járművet indít. Oké, okay, a következő, amit, ami fontosabb momentum, hát igazából a ruhaboltot azt nem fogjuk most megnézni, mert szerintem már bármilyen szerveren jártatok ruhaboltba, úgyhogy az nem lesz egy olyan nagy történet egyébként, itt van a binkó, ez a ruhabolt, ide kell eljönni, és itt fogjátok tudni megnézni, vagy megvenni, amit szeretnétek, Uh, gyakorlatilag most eljövünk a déli benzinkút mellett, illetve a déli benzinkúthoz. nagyon szépen virít a Trafipax, tankolás az egyébként nagyon egyszerű, ide jössz, beállsz a benzinkútnak a kútfőjéhez, és vagy benzint, vagy dízát fogsz tankolni, a rendszer nem engedi, hogy rossz üzemanyagot tankolja a kocsiba, aztán be kell menni az NPC-hez, és ki kell fizetni. Itt jelenleg ennyi a történet, benézünk a városházára is, vigyázzunk, mert trafipax van. Jó. Egyébként itt a városházában vannak nagyon szuper parkolók, úgyhogy az autódat nem, nem, tehát kötelező jellegűen nem kell széthagyni. megint égbe hagytam a lámpát, de az ütközés miatt meg is sérült, úgyhogy meg is fogom mutatni nektek a városháza után a szerelőt. Bejöttek a városházára, és gyakorlatilag itt el tudtok intézni mindent munkaügyi ügyintézőt, illetve az okmányügyi intézőt is. Az okmányügyi az személyigazolványt vezetői engedélyt lehet kiváltani, viszont fontos, hogy a vezetői engedélyt csak akkor tudod kiváltani, hogyha előtte elmentél az autós iskolába és csináltál egy gyakorlati és egy elméleti vizsgát. Vagyis pont fordítva, tehát először egy elmélet, majd egy gyakorlati vizsgát. Jelen pillanatban kettő elérhető munkánk van, a raktáros és a fagylaltos, erről is fogtok látni tutoriál videókat, hogy melyik hogy működik. Miután itt végeztél, vagy ha nem itt kezdtél, akkor mehetünk tovább. Az autós iskolát, azt nem fogom most megmutatni, két NPC van, az egyik a gyakorlati, másik az elméleti oktató, tehát igazából semmi hozzáfűzni való nem lehet, el kell menni, le kell tenni a, az, először az elméleti vizsgát, majd a gyakorlati vizsgát, és utána két igazolással, a elmélet és gyakorlati vizsga igazolással pedig el kell e, jönni ide tulajdonképpen. És e, hát gyakorlatilag ki kell váltani. Tehát ha nincs nálad a két tanúsítvány, a gyakorlati és elméleti vizsgatanúsítvány, akkor, akkor e, nem fogod tudni kiváltani a jogosítványt. Ez itt a központi szerelőtelep, ez az első két marker, amit most mutatok, ez a két szerelő marker, ez a kettő, pedig a két tuninguló marker. Jó, én most bemegyek a szerelő markerbe, mert nekem most bazira szereltetni kell, 100 dollár, közel 100 dollár a javítás, tehát nem egy olyan horribilis összeg. Nagyjából 100 dollárra javítás, ez azért mondom, mert még egyszer nem biztos, hogy a szerelés hangefektek alatt értettétek. Az ilyen és ez hasonló üzletek boltok, élelmiszerboltok, tehát oda be tudtok menni vásárolni, ez itt konkrétan ezt itt Antonboltnak hívják, ilyen van a városháza mellett is, és egyébként térképen ilyen kis bevásárló kocsik jelölik, mint ami itt is van itt. Tehát itt például. Jó, de majd mindjárt végig fogunk menni a, a mapon. E, vagyis hát tulajdonképpen majd mindjárt végig megyünk a, a mapon. Fegyverboltot értelemszerűen egy fegyverikon jelzi. Még elmegyünk a mentőszolgálathoz, vagyis a kórházhoz pontosabban, mert a, a mentőszolgálat egy kicsit, opa, megkúrt a trafi 72 ezer dollárra. E, itt 70 van beállítva, az nagyon sok. Tehát elmegyünk a mentőállmásra, vagy a kórházra. Egyébként itt van a tűzoltóság, itt jelzi egy porraloltó. Ott vannak bent. Jelen pillanatban a tűzoltóság látja el a mentős frakció feladatát és A mentős telephely rendelkezésre áll, de, de még nincs kiadva, mint frakció, illetve nem üzemel, mint frakció. Tehát jelen pillanatban, ha valaki igényt tartana rá, akkor pályázható ez a ez a frakció. Itt van egyébként a, az ápoló. Tehát eljöttök ide a kórházhoz, és gyakorlatilag itt az ápolónál meg tudjátok magatokat gyógyítani. Jó. Visszamegyünk akkor a, a központi telephelyünkre. Vagyis a lakáshoz, és akkor szépen átnézzük a, a mapok, illetve a mapon található jelzéseket, hogy mi micsoda, illetve mit hol találtok. Ugh, azt a kurva! Ez igen. Ez szép. Oké. Okay. Hát jó. Akkor most itt az történik, hogy szépen kiszállunk az autóból, mert hát ez felborult, úgyhogy ennek annyi. Jó, hát igazából nem is megyek akkor tovább, hanem, hanem elkezdem itt mondani, hogy mi hogy van. Jó, elővettük a térképet, na menjünk akkor sorba. Lentről, mondjuk ez itt Los Santos gyár, ide általában az illegálusok tudnak majd jönni, ilyen pénzkazettákat, fegyvert javítani, pénzkazettákat kinyitni, egyebet. Ez itt a csomagközpont, itt van a raktáros munka, amit ugye az előbb mutattam a városházán, hogy kétfajta munkát tudtok fölvenni, a csomagos raktáros munka az itt van lenteles dokkokba. Ez itt a junkyard, ez a binkóruha ruhabolt, ugye közvetlenül itt a Grove Streetnél, kaszinó, ugye ott már voltunk, ez az autókereskedés, ahol először kezdtünk, ez a motel, ez egy központi lakótelep, ez egyébként privát kézen van, itt vagyunk most a Los Santos banknál, de ez ugye nem működik, ezek a jelzések értelemszerűen a benzinkutat jelölik, itt is van kint, meg főjebb is, itt ott, amott. Ez itt a rendőrség, ugye városháza, ez egy városháza melletti élelmiszer volt, szerelő és tuningtelep, itt van mellette szintén egy bolt, ez itt az Allamra Night Bar, ez a fagyi tölcsér, a fagylaltos munka, mellette van sarkon, a négy sávoson az autós iskola, ez itt a mentőszolgálat telep, ez a hajókikötő, egyébként azt is meg tudjátok nézni, hogy milyen hajók vannak, de lehet, hogy mindjárt oda elmegyünk, nem biztos, ez itt a forgó óriás, a kerék arra föl is lehet ülni. Ugye, ezek a jelzések a határátkelő helyet jelölik. Ahol csak szimplán egy csavarkulcs van, azok ott önálló szerelőtelepek. Tehát ott is tudtok szereltetni, nem csak elesben. Ez itt a bánya. Lesz majd az egy bányász Ez itt a repülőtér. A repülőjárműveket eles reptérben tudjátok euh, megvenni, illetve megnézni, hogy hogy gyakorlatilag mi van, és akkor még itt van a lefoglalt járművek, illetve a Hungary Trans Kft, tehát a vontatósoknak a, a telep helye. És gyakorlatilag gyakorlatilag ez ennyi. Üm, igazából ebből a gyors bemutatós történetből nagyjából ennyi jutott ebbe a részbe. Későbbiekben még természetesen jelentkezem egyéb, illetve különféle specifikációkkal, és akkor majd látni fogjátok, hogy hogyan működik a szerver. Addig is, ha szeretnétek és van kedvetek, akkor gyertek föl, próbáljátok ki, játszatok velünk a High Life-on, minden fontos információt a videó leírásában megtaláltok, a Discord linket, a szerver csatlakozás linkét, és minden egyéb fontos információt is meg fogtok itt találni, ami ehhez szükséges. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és a kérdésed van, akkor írj bátran. Szia, sziasztok!